Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban szeretném nektek mutatni a legújabb szerzeményemet, méghozzá egy próbapadot, amit Duchony Zoltánnak köszönhetek. Köszönöm szépen, Zoltán, még egyszer a lehetőséget, hogy megcsináltad nekem. Amit látjátok, 6 tengelyes gépig lehet használni. Marha jó egyébként, most már laminátkával kipróbáltam. Úgyhogy innentől fogva ezen fogjuk tesztelni a mozdonyok futás teljesítményét, illetve a hangot is be tudom majd mutatni nektek, tehát a teljes futás skálájában. Úgyhogy nagyon hasznos kis dolog, úgyhogy tényleg még egyszer köszönöm. Ezt most megmutatom nektek, leveszem róla a lamót. Ugye egy ilyen csúszkán találhatóak ezek a tengelybefogó vagy fogadó részek. Ezeket tetszőlegesen tudjátok állítani. És ugye ezen keresztül szedi az áramot is a mozdony. Ugye itt ebbe csapágyak vannak, ezeken futnak a kerekek. Úgyhogy összesen ugye 6 tengelyig lehet megoldani. Itt mutatom a másik végét, ezeket már levágom róla, ez csak azért volt rajta, ide be volt húzva. Zoli ide rátette, hogy ne csúszkáljon a szállítás közben. Faltalpa egyébként, így néz ki felülről. Illetve mutatom nektek az áram szedő részét, ez nem arra jó ki van találva. Hát ide egy egyszerű csipesszel ide fogadjátok a két vezetéket, ráköthető bármilyen digitális központ vagy analóg vezérlő, igazából teljesen mindegy, és így kapja magát az áramot. Szépen le van festve szürkére, ez a fatalp, ezt lehet egyébként elég sokféle színben kérni, már nem tudom pontosan, de elég sokfélét felsorolt nekem Zoltán, és igazából ilyen az alja. Jó nagy, jó hosszú, úgyhogy igazából szinte bármekkora gép ráfér. Úgyhogy lássuk is, hogy mit mutat rajta a laminátka. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, ha tetszett a videó, mindenképpen dobjatok le egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!